Boldog percek a Max Rádióban. Max Rádió. A műsor támogatója jobb agyféltek és rajzolás szakértője a Valdorart. www.valdorart.hu. Kedves Max Rádió hallgatók, ismét boldog percek itt a Max Rádióban. A hallgatók kérdéseire válaszol a jobb agyféltek és rajztanulás szakértője, a vendégünk Dorogi Andrea a Valdorart képviseletében. Szia, Andi! Szervusz, köszöntöm a hallgatókat! Hát az első kérdésünk a gyerekekkel kapcsolatos. A mai napra így szól a kérdés. Érdemes a gyereket már akkor tanítgatni, hogyan rajzoljon, amikor elkezd rajzolni. Könnyebben tanulja meg úgy, majd később a jobb agyféltek és rajztanulást, vagy hagyni kell ösztönösen rajzolni. Mindkettő igaz. Érdemes tanítgatni is, és hagyni is kell ösztönösen rajzolni. De ez a kettő nem zárja ki egymást. Ugye minden erős mester volt szó, hogy minden korban más a rajztanulás célja. A jobbagyféltek és rajztanfolyam elvégzésének két feltétele van. Az egyik, hogy meglegyen a vágy a gyerkőcben, hogy élethűen szeretne rajzolni, és ne fantáziarajzokat készítsen. Ez ugyanolyan 10-12 éves korban jön el a gyerekeknél, mert előtte nagyon szeretnek ilyen fantáziából rajzolni, meg élményeket lerajzolni, hogy mi történt velük, és ezzel nincs is semmi baj, és kell is, hogy rajzoljanak ilyeneket a gyerekek. De én kb. 10-12 éves korra érik meg bennük azt, hogy szeretnének élethűen rajzolni, tehát egyrészt a vágynak meg kell lenni, hogy már így szeretnék rajzolni. A másik alapfeltétele ennek a jobbagyféltek és rajzolásnak, hogy tudjon valaki folyóírással írni. Tehát legyen meg az a finom motorikus képessége, hogy tudja kanyarítani a betűket. És ugye akkor ehhez kapcsolódik az a kérdés, hogy kellett tanítgatni. Hát az, hogy a finom motorikus képessége kialakuljon, azt a rajzoláson keresztül lehet elérni, és a rajzoláson keresztül lehet fejleszteni. Így kisebb korban szerintem igenis érdemes tanítgatni a gyerekeket arra, hogy hogyan rajzolnak le egyszerű figurákat, mert majd ez fogja biztosítani azt, hogy meg lesz neki a kézügyessége. Értem. Egyébként ezt ebbe én se gondoltam még bele, hogy ahogy kanyarítja a betűket a gyermek, hogy ez kell ahhoz, hogy aztán rajzolni tudjon. Pedig így, hát... először rajzoljon, és utána fog megtanulni írni. Ja, értem. Hát, aha, értem. Na, legalább, szerintem másba is fölmerült ez a kérdés, nem csak bennem. Mert ugye tudod, a laikusok azok teljesen másképp gondolkodnak, mint azok, akik szakértők. Persze. Na, még mindig a gyerekeknél vagyunk. Iskolákban oktatják valahol a jobb agyféltek és a rajzolást? Tudom, már nem. De nagyon sok olyan, tehát a tantervben nincs benne, de nagyon sok olyan tanítványunk van, aki rajztanárként elvégezte a jobbagyféltek és rajzolás módszerét, pont azzal a céllal, hogy mi az, amit ebből kicsit bele tud lopni a tananyagba, és szerintem ez ilyen egyéni dolog, hogy ki mit visz bele. A komplet módszert szerintem nehéz is tanítani. Úgy tudom elképzelni, hogy az iskolákban egy-két óra van a heti egy-két óra van a rajzolásra, tehát azt tudom elképzelni iskolai keretekben, hogy elkezdenek egy rajzot egy órán, és akkor lehet, hogy 5-6 órán keresztül, több héten keresztül ugyanazt a rajzot fejezi be, hiszen a végén egy életű portrénak a megrajzolása az körülbelül 6-7 órát vesz igénybe, és az semmiképpen nem fér bele egy iskolai rajzórába, egy 45 perces órába. Igen, most így belegondoltam, ilyen fakultatív szinten lehetne ez simán iskolában, igen, nem? Igen. Oké, na akkor ismét egy ilyen kérdés, hogy mikor jelent meg a könyve? Ez egy jó kérdés, ez nem értettem igazából ezt a kérdést, hogy kinek a könyve. Hogyha a Betty Edwards könyvéről beszélünk, akkor neki tehát a 70-es években jelent meg Amerikában a könyve, és aztán azt fordították le magyarra egy ilyen kb. 10 évvel ezelőtt.
Szerintem itt a hallgató a te weboldaladat nézte meg, és vagy a valamelyik adásban beszélgettünk is róla, és innen nézett utána, és valahogy innen jöhetett meg. Igen, van egy, amikor lemértük az agyműködésünket rajzolás közben, akkor arról mi csináltunk egy videós könyvet, hogy van, tehát videóban magyarázzuk el azt, hogy mi volt ennek a mérésnek az eredménye, és hogy milyen változásokat okoz a rajzolás az agyműködésben, és lehet, hogy erre gondolt a hallgató, amikor ezt kérdezte. Ez tavalyi év végén készült el ez az anyag. Lényegében akkor jelent meg ez az internetes könyv. Igen. Értem. Na hát a következő kérdés az, hát hogy is mondja, a kedves hallgató lehet, hogy nem nagyon figyelt, mert hogy ennyi a kérdés, hogy mi a módszer lényege. Igen, erről beszéltünk egy komplett műsorban. Hogyha egy mondatban össze kéne foglalni, akkor az a cél, hogy megtanulja valaki azt a másképplátás képességét és a nézőpontváltásokat ahhoz, hogy aztán később valósághűen tudjon rajzolni. Így van. Na, ezt én nem tudtam volna ilyen szépen egy mondatban megfogalmazni, mint te. Na, ismét egy kérdés, egy kevésbé optimista hallgatótól jött ez szerintem. Szóval milyen tehetség kell a módszer elsajátításához? Nem ilyen. Tehát, hogy pont az a lényege, hogy a két balkezes emberekből is egy nagyon szép eredményt ki lehet hozni ezzel a módszerrel, és nagyon rövid idő alatt. Igen, és ismét visszamegyünk a gyerekkorba. Hány éves kortól ajánlható ez a módszer? 10 éves kortól ajánljuk, amikor megint ismétlem magamat, hogy amikor kialakul a gyerekekben az a vágy, hogy valóságűen szeretnének rajzolni. Tehát szülőként azt kell figyelembe venni, hogy ahogy már mondtam is az előbb, hogy egy portrérajz elkészítésének az ideje az egy ilyen 6-7 óra. Tehát bírnia kell a gyerkőcnek türelemmel is, hogy egy rajzot 6 órán keresztül rajzol, és ugye nem lehet 2 óra alatt összecsapni, mert akkor nem lesz valósághű. Tehát, hogy meg kell lenni a türelemnek, hogy ezt ő meg tudja csinálni. De alapvetően, hogyha már a vágy megérett a gyerekekben, hogy ők szeretnének így rajzolni, akkor a türelemmel nem szokott gond lenni. Értem. Következő kérdésünk, mi a módszer célja? Mert ugye több célja is lehet, ugye mi attól függ, hogy ki miért jön a tanfolyam, és mi az, ami motiválja őt. Az egyik cél lehet az, hogy megtanuljon valaki rajzolni. Tehát ez a célja, mert egy hobbit szeretne. A másik cél az, hogy megtanulja valaki ezt a látásmódot, mert kíváncsi erre a módszerre, tehát igazából a kíváncsiság hajtja. Erről is már beszéltünk egy adásban, hogyha valaki ismeri ezt a látásmódot, akkor ezt a látásmódot másra is lehet használni az élet különböző területein, és ebből is tud valaki profitálni, és ez is lehet egy cél, hogy ezt a másképplátás képességét tanulja meg valaki. Na hát a következő kérdés, talán emlékszel rá, az egyik műsorban arról beszélgettünk, hogy példaként fölhoztuk azt, amikor az utcán valaki rajzolgat, és én mondtam, hogy ezek az úgynevezett művészek, mert nevezhetjük őket művésznek is, honnan lehet tudni, hogy éppen jobb agyféltek és rajztanfolyamon tanulták ezt meg, és itt egy hallgató a műsor után azt kérdezte meg, hogy mi kell még a művészi rajzoláshoz? Tehát az első lépés mindenképp a látásmód elsajátítása, és hogyha valaki komolyan akar ezzel foglalkozni, akkor rengeteg olyan rajztechnikát lehet még megtanulni, ami majd kell ahhoz, hogy végén tényleg művész ilyen tudjon rajzolni. Tehát igazából a továbbfejlődés lehetősége az teljesen nyitott. Rengeteg olyan, az alaptudáson kívül még rengeteg irányba lehet elmenni, akár a grafitrajz szempontjából is, hogy milyen irányba szeretnék haladni, akár festés, akár pasztelkréta technikákkal. Tehát egyszerűen tovább tanulás, haladó technikáknak a tanulása. Értem. Egyébként itt ennél a résznél nekem az a véleményem, aztán elmondod, hogy ha neked nem. Szóval, hogy szerintem azért ehhez már tehetség is kell. Igen. Tehát, na nézd, vannak olyan diákjaink, akik
mondjuk jogászként éli a hétköznapjait, és a rajzolásban iszonyat tehetséges, és nagyon gyorsan halad, és egy év alatt megtanulja az összes haladó tanfolyamunkon, amit ő meg tud tanulni, és már önálló kiállítása van. Ugyanakkor vannak olyan tanulóink is, akik ugyanazt el tudják érni, mint egy tehetséggel megáldott ember, csak mondjuk nem egy év alatt, hanem 2-3 év alatt érje el ugyanazt. Tehát, hogy szorgalommal és gyakorlással ez ugyanúgy fejleszthető és kialakítható, mint egy akármilyen másik készség dolog. Igen, értem. Csak egy tehetségesebb, aznak gyorsabban megy, gyorsabban rááll a keze. Oké, a következő kérdésünk, van-e külön gyermekeknek való rajztanfolyam? Itt is szerintem idézhetnénk egy korábbi adásunkat. Közben mielőtt válaszolsz, elmondom a kedves hallgatóknak, hogy ezeket a beszélgetéseket, amiket Andival folytattunk, a YouTube-on vissza tudjátok nézni, úgyhogy érdemes rákeresni, a Max Radio hivatalos oldalán megtaláljátok ezeket a videókat, vagy közvetlenül a YouTube-on is a Valdorral kapcsolatos videókat kell keresni, de átadom a szót neked, Andi. Igen, hogy van egy külön gyerekeknek szóló tanfolyam, igen, 14 éves kor alatt számít nálunk valaki gyerkőcnek, 14 éves kor felett pedig a gyerekek jöhetnek felnőtteknek szóló tanfolyamokra. A tantermi tanfolyamokat 10 éves kortól ajánljuk, de 1 és 10 éves kor között is vannak tanfolyamaink a kisebbeknek, nekik az online tanfolyamaikat tudjuk javasolni. Igen, és kérdezi is egy hallgató, hogy milyen online rajztanfolyamok vannak? Van teljesen kezdőknek szóló, amikor a párcik embertől megtanítunk valakit portrét rajzolni. Van festős tanfolyamunk online, van pasztelkréta tanfolyamunk online, vannak színes ceruzákkal kapcsolatos online tanfolyamok, akvarell ceruzával, szemrajzolás, hajrajzolás, tehát igazából mi arra törekedtünk, hogy minden tantermi tanfolyamunkat azt megvalósítsuk online verzióban is, úgyhogy mindent, amit lehet nálunk tanulni tanteremben, azt meg lehet tanulni online is. Értem. Na. Nagyon sok. Oké, a másik kérdése ugyanennek a hallgatónak, hogy ki számít kezdőnek és ki számít haladónak? Kezdő az, aki még nem tud valósághűen rajzolni, haladónak pedig azt számít, aki már tud valósághűen rajzolni. Értem, és akkor mára még egy utolsó kérdés, hogy van-e külön fekete-fehér és külön színes rajztanfolyam? Persze, igen. A kezdőnek mondjuk a fekete-fehér tanfolyamot, és akkor a színes tanfolyamok közül is van többféle technikával tanulható tanfolyam, van festőtanfolyam, pasztelkréta tanfolyam, különböző színes ceruzákkal, folyam is. Oké, és akkor ha már itt tartunk, akkor mondjuk el a végére a kedves hallgatóknak, hogy hol találnak meg benneteket. A valdora.hu oldalon lehet minket megtalálni, a tantermi tanfolyamaink jellemzően Budapesten vannak, de vannak táborok Balatonföldváron, illetve az online tanfolyamokat bárhonnan az országból vagy a világ minden területén lehet őket nézni és lehet tanulni rajzolni. Oké, rendben, köszönjük szépen Andinak. Kedves hallgatók, az elmúlt percekben a Valdorart képviseletében Dorogi Andrea volt a vendégünk. Innen folytatjuk legközelebb, mert még van hallgatói kérdés. Andi, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál velünk. Én is köszönöm. Szervusz! Szia! Ezek voltak a boldog percek a Max Rádióban. Max Rádió. A műsor támogatója jobb agyfültek és rajzolás szakértője a Valdorart. www.valdorart.hu